szócska piacra. Lemezek közt böngészek én, csak is olyat, ami nincs divatba, hát elnézhető körülmény. Szia Györgyike! Töltsért csinálok a kezemből, lehet segíteni, s kiáltok vidáman, hogy bácsi másba vár a módi, de nekem jó, ahogy van. Az öreg úr siet már elébem, a gramofon recsegve szó, velem örül, amikor kimondom, hát ismerem a papámtól. És együtt, hogy töltsét csinálok a... És kiálltok vidáman! Van egy forgatókönyv, aminek az alapján megyünk. Ez a forgatókönyv folyamatosan változik és képlékeny. Hogyha bárki bármit szeretne, akkor jöjjön ide és mondja nekem, és már is beilleszthetjük a forgatókönyvbe. Persze, csak vicceltem a Violetta, ugye rosszul lesz. Ők Ózról lettek hozva a gyepmesli telepről. Halványan került hozzánk, most már azt mondom, néz ki, szép német juhász formája van. Szilveszter, ő egy 7 éves kan kutyus, ő Kecskeméten találtuk az utcán kóborolt. Ő barátságos, ő is más kanokkal nem nagyon szeret kijönni. Cicákat szintén kergeti. Nagyon játékos. Hát és nagyon jó jelzőkutya az szintén. Másfél év körül kan kutyus. Neki a farkából le lett csonkolva egy kisebb baleset miatt. Ő is nagyon barátságos. Más kutyákkal is kijön. Kenelt nem szereti. Azt nagyon nem. Nagy kertes ház. Azt nagyon vár arra. Ő a Nelson, már szépen kezd gyógyulni a nyakad, de mindig ápolást igényel. És akkor van még a Szerénke, ő Egerből került hozzánk, Tescóban elengedték ki, nem szolgálták ki. Nézegessétek a kutyákat, mindenki próbáljon barátkozni velük, és én azt hiszem, hogy a jelenlevőknek nem nagyon kell elmondani azt, hogy a kutyával való kapcsolat az ugye egy életre szól. Jobbra, hát! És már A felnőtt kutyáinak a bemutatója. Addig nézelődjetek, valóban a büfé és valóban a napsütés. Szeretettel üdvözlök mindenkit, megkérném, hogy itt egy kis teret hagyjunk a kutyusoknak, jó? Akikből, ugye, amikor hozzánk kerültek, nem volt egy egyszerű eset egyik kutyus sem. Viszont ezt lehet bele csinálni. Mert egyébként egy nagyon jó. Értelmes, kedves, nagyon okos. Könnyen tartó. Ő egy 2 éves német juhász a kutyus, Kecskeméten kikötve találták, nagyon kedves, aranyos, játékos. Családi kutyának is tökéletes, gyerekeket szereti, csak a cicákat nem annyira. Jó napot kívánok, András Korobel Zoltán vagyok. Zsömle. Lincoln nagyon-nagyon szép, és marha jól nevelt, ahogy nézem. Ő részt vett a bemutatón, ugye? Mikor került hozzád? Hát most már lassan 5 éve, őt az utcáról egyenest fogadtam be. Hát hello mindenkinek! Hello! Na és akkor kérünk egy kis segítséget, így van! Nagyszerű játék, talán a szerencse is mellé áll.
legyen csak ez a cél. Megfoghatod, fordul a lába, ám előtted van még egy lépés. A könyéd az a lassan vége, így lent a fő nyeremény. Szólodal, hogy mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, aki sokszor elkísér. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, aki mindent elmesél. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, aki bátorít, hogyha